Sziasztok! Ez itt újra a Dark Quest 2. Még játszásra is hát folytatjuk utunkat. Próbáljuk még erősebbé tenni magunkat. Trap! Kimaxoljuk. Mindenkit kimaxolunk konkrétan. Ez kicsit kiakadt, látható van. Oké, van meg az invisibility, ami nem rossz, de egyáltalán nem olyan hú, de nagyon hatásos. Oké, meg elgondolkoztam, hogy elvigyük el a... Hát a többet most mindenképp elvisszük, mert beleraktam. Hú, de jó, ez itt ragadt. Kicsit csak bugos még azért a játék. Már rökké ott lesz? No né már. Már csak inkább kilépek. És visszaléptem. Mi a bugot elkerülj. Jó, és a törpét bevisszük ide. Kérem olásan, ugyanis rajta a Fate of nem tudom mi, az a tárgy, artifact, amivel elvileg kirölghetjük ezeket a csapdákat. Látjátok, ott van a három halálfej. Csak erről máshol leírás nem nagyon van, az a vicces az egészben. Egy halált túléltem. Még egy halált túléltem. És van még egy utolsó halál. Ha. Kirögöm a halált, magát. És megtalálom a könyvet. Ez lehet az a könyv, amelyről az idős tudósok, vagy mondjuk úgy, hogy minden tudók említést tettek. És itt láthatjuk Aludan bosszúja vagy nevű varázslatot alkalmazhatjuk. Egyik hős hál, akkor egy random ellenség három sebződést, közök káos sebződést szenved. Hello! Ez mondjuk nem egy nagy szám, véleményem szerint. De hát ez van. Ezt szépen eladjuk, és azt nézem, hogy mindenkinek van. Úgy látom, mindenkinek van. Igen, ez is kész van. Nagyon sok pályát már kétszer is végigjátszottam. Ahogy ez látható. De persze nem mindent. No, hát ez az főbejárat majd ide. Az a Dungeons. A régi feladati járatok. A kastélyban lévő támadás során, vagy alatt. Nagyon sok férfi és nő került fogságba. És a különböző ilyen tömlőcékbe vetették őket. És be kell lépnünk a tömlőcökbe, és ki kell szabadítanunk a fogvatartottakat, vissza kell hoznunk őket biztonságba. Most lehet, hogy ezt fogom használni. Na, több aranyunk is legyen, meg ezt. Látjuk, hogy jól járunk el. Még reménykedek, hogy igen. Aztán persze majd kiderül. Ahogy látható, új terület áll a rendelkezésünkre. Placs, meg is pusztult. Menjünk erre először. Ó, de jó. Hogy ezek már nem olyan gyengék. Ó, basszus. Ez kicsit hülyeség volt ezt berakni, remélem szerint, és már mindegy. Ez betűvel tudunk vétálni? Ez is kiderült. Ojaj. Hát, azt a francoska. Ha azt a francoskát. Ha azt.
Mi az, hogy... Szia! Hogy is már meg? Azért hát... Itt vannak. Ez most nem a legjobb párosítás, aztán elfelejtettem. Hát, alakítani a dolgokat. És ez a halált, ugye kijátsza-e meg, és a halált ilyen esetben is kijátsza-e. Hú, az gyors volt. Ezt nem lehet kiszabadítani. Basszus. Igazán most már szerzetest akarom majd fejleszteni. Ó, basszus. Sokan vannak. Itt kérem olásan. Itt van set, trap. Egyelőre maradt. S betűvel tudunk, de az is kiderült. Viszont rohadt sokat tudnak sebezni az összes gyakorlatilag. Already a trap, ja, de... Kétszer üt, hanem már azért visznek is van határa. No. Jó kérdés, hogy melyiket támadjuk. Mi lesz? Mi a francom már? Egyet szivat, az így nagyon nem jó. Nem lesz itt valami. Ó, ellenfél. Szokás szerint. Basszus, kétszer üt. Gáz. A hátulról hogy védte ki, ezt mondja meg nekem valaki. Basszus. Hát ez nem egy barátságos környék, ez már biztos. Basszus, na ne! Basszus. Na ne! Rosszul álltam be. Ó, basszus. Egy egyedül van, nem olyan, hogy biztos, hogy megtartsam.
Itt is megmentettem. Meg is már csak egy út van. Végül sikerült csak. Lehet, hogy sikerült megölni a Riaszt, és se baj. De végül is a pózsonok megmaradtak. No gond, nyilván. Na most ez egy ilyen rövidebb adás, hogy napig folytatni jutunk a majd belépve a kastélyba, szinte végső színhelyre a játék esetén. És hát kíváncsi szedő, hogy mik várnak majd ránk. De először még... Okoztam, hogy kit erősítsünk föl, de... Hát odaadjuk a varázsonak ezt. A kettőt. Búcsúzom tőletek a következő videóig. Sziasztok!